Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét innen a kertből jelentkezem, és megint csak a grillezés lesz a fő témánk. Méghozzá egy görög típusú ételt fogok készíteni, amit úgy hívnak, hogy gemiszta. Ez egy paradicsom vagy paprika, amit különböző töltelékekkel készítenek el. Én egy rizses, diós, fűszeres, sajtos tölteléket fogok elkészíteni, és paprikába, hagymába és paradicsomba fogjuk megtölteni, majd itt a grillen befejezni. Gyertek, tartsatok velem most is! Elsőként szerezzük be hozzá a paradicsomokat, amit frissen fogunk leszedni. Gyertek, megmutatom nektek a veteményesemet. Itt látjátok ezt a két magaságyást. Itt van az összes paradicsom most a kertben. Ezekből fogok most dolgozni. Három fajta is van, és próbálok egy olyat találni, ami ilyen keményebb típusú, hogy ne süljön szét a grillen. Ez a laposabb talán jó is lesz, amint látjátok, ennek még van tartása, úgyhogy ebből most szedek egy 10-15 darabot. A bazsalikomból is szedek néhány szálat, néhány szár friss zeller is jöhet. Itt vannak a gyönyörű kis paradicsomok, de először elkészítem a tölteléket, és utána foglalkozunk a paradicsomok kiváljásával. Itt ez a kis keverőtál, egy kicsit megpörgetjük a dolgokat, mert a parázs már készen áll arra, hogy süssünk rajta. Sushi rizst főztem. Erről már volt szó korábbi videókban, úgyhogy ezt így, ahogy van, ez most 20 deka, hogyha valaki kíváncsi lenne, hogy vajon milyen mennyiségről van szó. Tehát ez most egy 20 dekás rizses töltelék. És akkor ízesítsük be a tölteléket. Először is van itt egy kis dió, amint látjátok, felezett, és egy picit le van aszalva a dió, ami azt jelenti, hogy beáztatjuk néhány órára vízbe, leöntjük róla, és aszalógépben egy kicsit ilyen crispy-re van szinte pirítva, ez mehet a rizsbe. Van itt egy kevés mazsola, nem kell sok, így egy evőkanálnyi, ezt is hozzáadom. Görögök nagyon szeretik ezeket az édes mazsolás ízeket. Jöhet a fokhagyma, és a rengeteg zöldfűszer. Ez az egyik legfontosabb, ami kell ehhez, szinte a lelke a receptnek. Ugye a görögöknél nagyon ismert és kedvelt a mentalevél, a petrezselyen, a koriander, a zeller, vagy ezeknek a keveréke, úgyhogy én is most keverni fogom. Petrezselyem, menta, ezzel kezdünk. Jó apróra megpróbálom fölvágni. És amit az imént szedtem, zeller és bazsalikom keveréke, ezt is mind belerakom. Aztán jöhet a töltelékünkbe egy kevés növényi reszelt sajt. Kizárólag vegán sajtot használok, aztán egy kis tengeri só, tetszés szerint, ki mennyire szeretné ízesíteni, azt is lehet, hogy a paradicsom belsejét egy picit megsózzátok, de ez megint egyéni ízlés alapján. Egy kevés szárított oregánót teszek bele, úgy, és nézzük, mi van még itt. Hát lehetne beletenni egy pici sült padlizsánt, vagy sült cukkinit, nyersen nem szeretném most belerakni, a hagymát sem rakom bele nyersen, úgyhogy így, ahogy van, ezt most kikeverjük, és megnézzük, hogy milyen állaga van. Készen is vagyunk, isten ilyen néz ki a töltelék, jó gazdag, rengeteg a zöldfűszer benne, és most előkészítjük a paradicsomokat. Többféleképpen lehet vele dolgozni, én egészen egyszerűen csak levágom a kalapját, így egyharmad, kétharmad arányban, amint látjátok, és itt a húsát ebbe a kis tálamba kiváljom. Ez azt jelenti, hogy körbevágom a kis késemmel óvatosan, és megpróbálom egy kanál segítségével így szépen kiválni belőle a magját és a levét, a húsát gyakorlatilag. Az a lényeg, hogy maga csak a ház maradjon nekünk itt. Most néhányat kiváljuk, és aztán töltsük is meg. Annyi trükköt még elárulok, hogyha olyan típusú a paradicsomunk, hogy nagyon erős a csumája, akkor itt esetleg be lehet vágni egy kis hegyes késsel, úgymond kivágni ezt a csumát, amint látjátok, és akkor sokkal könnyebb lesz utána a
magnak a kivétele. Mert nincs már az a kötőerő, ami oda tartja, ragaszkodó kis száracska, ami ott a tövénél fogja esetleg a húsát és a magját. Sokkal könnyebb így kivágnunk. Meg vagyok a parika, most pedig jöjjön a töltés, mindegyiket jó puposan megtöltöm, és meg is nyomkodom, természetesen megpróbálom elosztani a teljes tölteléket, ne maradjon egy gram sem, amelyiket jó puposra töltöttem, arra mehet rá kalapja, kicsit meg is nyomkodhatjuk, kész is vagyunk, az összes pari jó kövérre meg van töltve, kevés tölteléken maradt, úgyhogy itt most úgy fogok eljárni, hogy ezt a két piros paprikát fogom még betölteni. Méghozzá kicsumázom, és jól félbevágom így hosszában, és ide fogom betölteni a kis töltelékeket. Ha lehet a magházat, vegyétek ki, így egyszerűen csak ki lehet húzni, meg az erét. A parazsam még jó forró, úgyhogy mehetnek rá szépen a paradicsomok, így egymás mellé. És természetesen a paprikák is. Egy nagyon kevés olajjal meglocsolom a tetejüket, és egy picikét megsózom. Most pedig lecsukom a grill tetejét, legalább egy 10 percre van szüksége, hogy jól megsüljenek, átpújjanak a paradicsomok. Biztos, hogy jók lesznek a paradicsomok, úgyhogy már jövök is, és leszedjük őket a grillről. Nehogy túl főjenek, süljenek a rácson. Nagyon szépen megpirultak, átsültek a paradicsomok, némelyiknek az alja meg is égett, ahol egy picit erősebb volt a parázs, de még nem fejeztem be a tálalást, ehhez egyébként készíthettek valamilyen mártást, egy joghurtost, növényi joghurtos természetesen, mondjuk szójából, vagy egy tahini, azaz szezámpasztából készülő mártást, de én most meg szeretném bolondítani egy kevés fetával, méghozzá vegán feta sajttal, ez az egyik kedvencem. Egyszerűen csak ilyen kockákat ide vagdosok közé, nagyon jól néz ki a tálalás is, akár még oda is olvadhat, közé olvadhat a sajt, hiszen minden nagyon forró, és ha valaki a szervíz alkalmával kivesz egy paradicsomot, mellé vehet egy sajtot is. És még mindig nincs vége a mutatványnak, mégpedig azért, mert olajbogyóval, fekete olajbogyóval fogom még kidíszíteni, nagyon jól mutat együtt a piros, a fehér, a fekete és természetesen a zöld. A végén pedig egy kis bazsalikommal hintem, és egy kevés olívaolajjal locsolom. Elkészültünk ezzel a görög töltött paradicsommal, ezzel a finomsággal, és erről még szerettem volna egy-két mondatot. A paradicsom belsejéről, amit kivájtunk, ebből érdemes vagy egy paradicsom pürét csinálni, azaz egy spagettihez például fölfőztök egy mártást, vagy egy paradicsom krémlevesbe beleturmixolni, belefőzni. De térjünk vissza ehhez a csodához, ehhez a töltött paradicsomhoz, amit úgy hívnak a görögök, hogy gemista, fetasajttal, diófélékkel, sushi rizssel készítettem, és a rengeteg zöldfűszerrel, akár így, akár egy kevés mártással, vagy salátával tálaljátok, mindenképp incsiklandó mennyei fogást kaptok. Egy pici citrommal még belocsolom a tetejét, érdemes még akár a magokat is fölfogni, nem úgy, mint ahogy én. Remélem tetszett a videó, és elkészítitek ezt az ételt is. Találkozunk a jövő héten, sziasztok!